Bocborbála fiatalon elhunyt sepsiszentgyörgyi grafikus hagyatékát mutatja be a Fény grafikája című kiállítás Brassóban, a Reménység házában. A grafikus 32 éves korában gyógyíthatatlan betegség következtében hagyta el a földi létet. Élete utolsó éveiben fáradhatatlanul dolgozott, megalkotta életművét. A tárlat a fehér terekről és a kiáltó csendköltészetről mesél a világnak. Csodálatos az, amit ez a törékeny alkatú, rövid életében a közelgő halált végig testében, lelkében, tudatában hordó grafikus művészünk alkotott. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Gazda József műkritikus Bocborbála emléktárlatát Brassóban, a Reménység házában. Bocborbála egy olyan korban élt a földön, amelyben az értelem, a valóság tisztánlátása és annak megmutatása egyike volt a legsúlyosabb bűnöknek. Megrajzolja úgy a kor szörnyű arcát, hogy ez a szörnyűség valahol a megtisztulás vágyát, a tisztaság érzését váltja ki belőlünk. Úgy mutatja meg a kegyetlenséget, hogy a lélek megszépül és megtisztul ennek a kegyetlenségnek a láttán. Tehát egy olyan belső erő sugárzik a munkáiból, ami szerintem csak a legnagyobbaké volt. Bocborbála 1978-ban végezte el a bukaresti Nikolai Grigorescu képzőművészeti főiskola grafikai szakát, ezt követően tért haza szülővárosába, Sepsiszentgyörgyre. Rendszeres kiállítója az erdélyi gyűjteményes grafikai tárlatoknak. 26 éves, amikor tudomást szerez betegségéről. A Fehér térben című sorozatát utolsó éveiben készítette, ekkor már vágyakozott a végtelenbe, fehérségbe, de visszatérő motivumai arról a korról is mesélnek, amelyben élt. Erre utalnak a fehér térben lebegő kampók, szöges drótok, kötelek, amelyek gúzsba kötik a halandót. Ezek a munkák így valósággal a lelki világát tükrözik, tehát azt a tragikus állapotot. Ez a gúzsba kötés, ezek a kötelek, ezek a kitörés a csomagolásból, vagy nem koporsóból mondjuk. Ez egy olyan megdöbbentő, tragikus grafika, amit csak ő tudott csinálni. Olyan volt az élete, a környezete. Bocborbála első és utolsó egyéni kiállítása éppen 30 évvel ezelőtt volt, elrendezésén még dolgozott, de a megnyitón már nem tudott megjelenni. A tragikus sorsú alkotó munkásságát átfogó emléktárlat október 9-ig látogatható Brassóban, a Reménység házában.